Nincs céldátum az euró bevezetésére, mert az nem prioritás. Erről beszélt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterjelölt a parlamentben, ahol ma kezdődött meg az új Orbán kormány minisztereinek bizottsági meghallgatása. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszterjelölt a magyar haderő fejlesztését tűzte ki célul, míg Csák János innovációs és kulturális miniszterjelölt, ahogy fogalmazott, a négy emberi jót támogatná. Kósa Lajos kíséretében lépett be az ülésterembe Szalai Bobrovnicki Kristóf pénzügyi szakember, aki a volt vezérkari főnököt, Benkő Tibort váltja a honvédelmi tárca élén. A miniszterjelölt újonc a politikában, felesége Szent Királyi Alexandra viszont kormányszóvívő volt az előző ciklusban. Szalai Bobrovnicki 52 éves, 4 éven keresztül volt londoni nagykövet, 2015-ben pedig a kormány közeli századvég gazdaságkutató társtulajdonosa lett. A NATO egy védelmi szövetség. Én amellett vagyok, hogy maradjon is mindig egy védelmi szövetség. Célként a magyar haderő létszámának növelését és a haderő fejlesztését nevezte meg. A háború kapcsán Magyarország Ukrajna melletti kiállását hangsúlyozta. Az ellenzéki képviselők az összeférhetetlenségről kérdezték. Önben a megrendelőt vagy a beszállítót tiszteletjük. Azt rótták fel neki, hogy társával közös cégben nyerte el 5 budapesti kaszinó koncesszióját, és azt, hogy tulajdonrésze van egy olyan cégben, amelytől a Magyar Honvédség vásárol Gripen vadászgépeket. Ez is egy szerintem a magyar nemzeti érdek szempontjából meghatározó jelentőségű lehetőség volt. Szalai Bobrovnicki azt ígérte, minden összeférhetetlenségi szabálynak meg fog felelni. Prezentációval készült a bizottsági meghallgatására a gazdaságfejlesztési miniszterjelölt. Nagy Márton 46 éves, korábban a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt, majd 2020-tól miniszterelnöki megbízott a negyedik Orbán kormányban. Nem csak az a kérdés, hogyan tudjuk a válságot megfelelően hatékonyan kezelni, hanem az is, hogy a gazdasági sikereinket megvédjük, és a válságból megerősödve kerüljünk ki. Szerinte az euró bevezetése sem rövid távon, sem hosszú távon nem prioritás. Fontos cél viszont a hazai tulajdon arányának 50% fölé növelése az építőipari alapanyag, a kiskereskedelem és a biztosítási szektor területén. A miniszterjelölt nem zárta ki az árstoppok meghosszabbítását. Addig, amíg az infláció ilyen magas, és nem kezd el csökkenni, nincs semmi ok arra, hogy az ársokokat kiengedjük. Újonc miniszterként és új tárca élén mutatkozott be Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszterjelölt. Csák 59 éves, vezette a Matávot, volt a MOL csoport elnöke, de a Heti Válasz kiadóját is segítette. Minden tevékenységünkkel, kormányzati tevékenységgel is támogassuk a kötődések erősödését. A leendő miniszter szerint tárcája a négy emberi jót fogja erősíteni, vagyis a kötődéshez, a gondoskodáshoz, az egyensúlyhoz és a békéhez való jogot. A miniszterjelölt a családpolitikáról is beszélt. Egy kormányzatnak szerepet kell vállalnia abban, hogy a családok minél stabilabban tudjanak működni, hogy ne legyen az büntetés, hogy gyerekek születnek. Mindhárom újonc jelölt miniszterségét megszavazta a kormánypárti többség.